bemutatjuk a Derrick című bűnügyi sorozat újabb epizódját. Tosner vége. Viszontlátásra! Szervusztok! Szervusztok! Mi az, Hanzi? Nem akarsz hazamenni? Mi a baj? Rosszul érzed magad? Ki kell mennünk a lakásból. A lakásból? Ezt hogy értsem? Holnap reggel nem is jöhetek iskolába, segítenem kell. Aha, költöztek. Csak mindent kirakunk az utcára. És aztán? Anya azt mondta, mindent az utcára rakunk. Lássák az emberek, mit művelnek velünk. Holnap nem jöhetek. Gyere, hazaviszlek. Ki akar kirakni titeket? Tosner. Az, aki régi házakat vesz, rendbe hozza azokat, aztán lakbért emel. Igen. És ti Tosner házban laktok? Ő vette meg. És most kirak titeket? Nem tehetünk ellene semmit. Köszönöm, hogy hazahozott. Felkísérlek. Igen? Elmesélte? Hogy felszólítottak? Kirúgtak minket, Isten szabad ege alá! És a rendőrség még segít is nekik. Azért, mert muszáj. Igen, muszáj. Te is tudod, hogy bírósági végzés van róla. Tosznernek hívják. Nem hallott még róla? De hallottam. Spekuláns. Ő az. Visszaköltözhetünk, ha rendben lesz a ház. Kétszeres vagy háromszoros lakbérért. Igen, sajnos ehhez is joga van. Hagyd már abba! Holnap kirámolnak minket. Igen, igen. Kipakolnak mindent az utcára. Ha esik, ha fúj. Majd az utcán főzünk és eszünk, és aludni is ott fogunk. Próbált már Tosznerrel beszélni? Beszélni? Azzal nem lehet beszélni. Letagadja magát, és nem ok nélkül. Beszéljek én vele? Miért beszélne vele? Mert kedves és okos fiú van. Akit szeretek. Nos, holnaptól az utcán fog tovább tanulni. Tosner RT. Tosner úrral? Milyen ügyben keresi? Holnap a hatóság ki akarja lakoltatni a Kugler családot. A nevem... Kapcsolom az ügyintézőt. Ne tegye. Most már Tosner úrral kell beszélnem. Őt sajnos nem adhatom. Miért nem tudja adni? Mindjárt jön. Tosner úr nem foglalkozik személyesen minden ügyjel. Sajnálom. Halló! Halló! Üljetek le! Jól van. Tegnap azt mondtam nektek, hogy ma... Tudjátok mit? Elő az olvasókönyveket. Niki, gyere csak! Ide figyelj, maradj itt és tarts rendet. Egyelőre raktárba kerül. A címet is megadtam. Innen semmit se visznek el. Minden itt marad velünk. Felhívta Tosznert, elérte? Nem. Azt mondták, Tosznert nem foglalkozik személyesen mindenekkel. Hol van Hanzi? Fent van, csomagol. Nincs mit tenni. Akkor mi legyen? Na gyere!
Hé, uram, álljon meg! Hanzi! Hanzi, hol vagy? Hanzi! Hanzi! Nem érti? A gyerek meghalt. Kiugrott az ablakon egy gyerek. Valóban azt hiszi, hogy Toszner urat ez nem érdekli? Toszner úrnak ehhez semmi köze. De ehhez sok köze van. Nem tud vele beszélni, felesleges erőszakoskodnia. Biztos lakik valahol. Tessék! Jó estét. Toszner urat keresem. Miért keresi, uram? Egészen személyes ügyben. Megbeszélte vele? Nézze! Beszélni akarok vele, méghozzá most. Sajnálom, nem megy. Miért nem? Miért nem lehet vele beszélni? Miért nem jön ki Toszner úr? Mondanom kell. Hol van Dickman? Hívja Dickmant! Ez fenyeget! Ezt nem teheti meg! Mi történt? Miért nem jön ki Toszner úr? Áll valaki a kapuban és fenyegetőzik. Hát kint vannak a kutyák? Akkor is kerítse elő Dickmant! Dickman úr, jöjjön azonnal! Mit akar ez tőlem? Én nem csinálok semmi törvénytelen dolgot. Mit várnak tőlem az emberek? Hogy lehet ilyen embertelen? Egy halott gyerekről van szó. Arról akarok beszélni, hogy miért kellett meghalnia. Nem menekül el előlem. Ezért még megfizet. Ilyet nem tehet büntetlenül. Nem tehetek? Rendbe hozatom ezeket a romos házakat. Lakhatóvá teszem a lakásokat. Hallom, Toszner úr. Tudja meg, hogy kicsoda? Lassan az életem van veszélyben. Már is. Hasso, Tau! Igen. Mások milliókért félkész házakat adnak ünnepélyesen át, és kitüntetésért tartják a mellüket. Én már csak nyugalmat akarok. Sajnálom, Toszner úr. Már nem értem el. Hogy felszólítottak? Kirúgtak minket Isten szabad ege alá. Felesleges erőszakoskodnia. És a rendőrség még segít is neki. Toszner úr nem foglalkozik személyesen mindenkivel. Hanzi! Hanzi! Sorsát, Toszner! Megérdemli, hogy kitekerjék a nyakát! Egyszer úgyis megteszi valaki. Köszönöm!
Toszner úr nem foglalkozik személyesen minden ügyel. Miért a keresi úr? Hanzi! Hanzi! Miért a keresi? Hanzi! Hanzi! Személyesen minden ügyel. Nem kerülj el a szorsát, Toszner! Jó reggelt, doktornő. Jó reggelt, Krausz úr. Az iskolába? Ja. Igen, ma korábban indultam. Már nem bírtam tovább. Ideges? Azt hiszem, pszichológusra van szükségem. Akkor jöjjön beljebb. Nem csak a friss zsömlére támad kedve? Nem. Enni végképp nem akarok. Á, minden itt. Rossz hangulatban ébredt. Nagyon. Mert megöltem valakit. Hogy mondja? Éjjel megöltem egy embert, és nem is először. Napok óta minden éjjel megölöm. És kitől meg? Hallotta már a Toszner nevet? Toszner. Nem róla írnak folyton az újságokban? Ő az. Az 5000 lakással. Aha, öreg házakat veszi és felújítja azokat. És a régi lakókra kirakja a szűrét. Igen. Egy tanítványom családját is kirakta az utcára. A gyerek kiugrott az ablakon. Azóta nem tudok aludni. Tudom, hol lakik Toszner. Egy bogenhauseni villában, egy park közepén. Éjjel kiengedik a kutyákat. Honnan tudja mindezt? Minden éjjel ott állok a ház előtt. Álmában? Nem álmomban. Valóban a kerítés előtt állok, és azt üvöltöm, hogy nem kerülj el a sorsát, hogy a halálát kívánom. És valóban kívánom. Elképzelem, hogy megölöm. És ez az elképzelés hatalmába kerít. Mert ha meg tudom ölni... Akkor felszabadul? Na, igen. Felébredek, és nem tudom, hogy mi is történt. Csalódott vagyok. Mert csak álmodta. Igen. És félek. Bocsánat. Itt az első betegem. Ezek az álmok vágyálomfélék, és jelentőséggel bírnak. Vágyálomfélék. Jó reggelt. Tessék, fáradjon be. Beszélgessünk erről. Jelentkezzen. Jó. Most bennem kell. Holnap reggel nem jöhetek iskolába. Őt sajnos nem adhat. Toszner úr nem foglalkozik személyesen minden ügyen. Mindent az utcára rakunk. Lássák az emberek, mit művelnek velünk. Toszner urat sajnos nem adhatom.
Hé! Tilos az építkezés területére lépni! Nem tudsz olvasni? Nem beszélhet vele! Felesleges erőszakoskodnia! Hanzi! Hanzi! Hála Istennek, hogy késtél. Ne haragudj. Nem, igazán örülök. Jobb várni, mint a napot lopni. Semmi jó hír? Zabot hegyezhetek. Pedig ebben reménykedtem. Bocsánat. Csak tessék, tessék. A pályázatomat érdekesnek találták, de sajnos, stb. Kisasszony. Két kávét. Kettőt? Az állás nélküli kereskedő érdekes szakma lett, de van-e jövője? És nálad? Hány lelket mentettél meg ma délelőtt? Hánynak segítettél? Igen. Megjelent nálam többek között egy gyilkos is. Egy gyilkos? Még nem az igazi. Álmában ölt meg valakit. Az még elmegy. Kit? A feleségét? Nem. A lakási hiénát, Tosznert. Akinek több ezer lakása van? Nem tudom, hány lakása van. Azt akarta megölni? Igen. Azt ölte meg. Ahogy mondtam, álmában. Minden esetre tudja, hol lakik, ott lődörög a háza előtt. Beüvölt a kerítésen, hogy megöli. Te felejtsd el, amiket mondtam, csak kibukott belőlem, mert foglalkoztat a kérdés. Milyen közel kerül a gyilkossághoz az, aki ilyen élénken elképzeli? Tessék. Köszönjük. Tosznár valóban disznó. Ugyanakkor jó üzletember. Jó napot. Jó napot. A Tosznár RT-t keresem. 6. emelet. Ha a liftből kilép, mindjárt bal. Köszönöm. Tessék. Igen? Tosznár úrral most nem tud beszélni. De hogyha megmondja, mit akar tőle, el fogjuk intézni. Igen, de ezúttal személyes ügyről van szó. Nem kétlem, hogy ez az ügy az ön személyes ügye, de nem várhatja el Tosznár úrtól, hogy ő is személyes ügyének tekintse. Az ő életéről van szó, és nem az enyémről. De ha az a véleménye, hogy ez nem érinti őt személyesen, kérem, tám van neki több is. Jó. A nevem Rolfs. Albert Rolfs, ha esetleg fel akarja írni. Ember a nevem önmagában biztos, hogy nem segít rajta. Minden jót. Egy pillanat. Rolfs úr? Igen. Rolfs úr, kérem, foglaljon helyet. Köszönöm. Segítenem kell kivinni a holmikat az utcára, hogy lássák az emberek... Nem tud vele beszélni. Felesleges erőszakoskodnia. Persze. Jöjjön. Jöjjön, kérem. Az árajánlatot nem tudom elfogadni. Vesse össze a 2 évvel ezelőttivel. Tessék! 4%-nál semmiképp sem lehet több. Nem is éri meg. Jó, majd jelentkezem. Rolfs úr. Jó napot. Foglaljon helyet. Köszönöm, kimehet. A férjemmel akar tárgyalni, Rolfs úr? Igen. Sajnálom, de Düsseldorfban van. Ha gondolja, hogy velem is meg tudja beszélni, hát tessék. Elnézést. Igen, természetesen. Erre nem voltam felkészülve. Olyasmit mondott, hogy a férjem életéről van szó, ha jól értettem. Miért olyan fontos önnek az ő élete? Vagy csak ürügy, hogy beszéljen vele? Nevezhetjük ajánlásnak, aminek értéke van. Valaki az életére tör. Elhatározta, hogy megöli a férjét.
Ismeri a házat, ahol laknak. Éjszaka ott áll a kapu előtt, és várja az alkalmat. Nem ön az az ember? Hogy mondhat ilyet? Nem. Miért? Hallottunk már olyat, hogy megöllek, ha te nem... Ez zsarolás volna. És nem kedveli a zsarolást? Nem. Mielőtt az illetőről tovább mesélne, tudni szeretném, miért kereste a férjemet, miért akarja figyelmeztetni? Mert úgy szereti Toszner urat? Állást keresek. Mi a szakmája? Kereskedő. Mióta nem dolgozik? 8 hónapja. Örökké valóságnak tűnik. Van felesége? Nincs. Igen? 5 percet várjanak az urak. Nyilván vannak igazolásai eddigi tevékenységével kapcsolatosan. Természetesen. Kéznél vannak. Ha holnap délután 3-ig nálam tudná hagyni, akkor arra kérném, hogy ebben az időben keressen fel, itt a címem. Vagy nem, hívjon inkább fel ma este 6 órakor. Lent jobb oldalt van az autótelefon száma. Toszner. Hello, én vagyok, Rolfs. Albert Rolfs. Még van valami dolgom a városban, de szívesen beszélnék magával. Ha megfelel, olyan 20 perc múlva fel tudom szedni az opera előtt. Jó, rendben van. Piros Ferrari. Igen. Tudod, Toszner úr nem foglalkozik személyesen minden egyes üggyel. Sajnálom, hogy ide fárasztottam, de megnéztem az ajánló leveleit, és szeretnék még néhány részletet megtudni. Ha beszállna, mindjárt megbeszélhetnénk. Igen, mindez elég jól hangzik. Tudja, mi sosem veszünk zsákba macskát. Tessék! Egy percre elnézését kérem. Igen. Tessék! Köszönöm. Foglaljon helyet. Ha inni akar valamit, gondolom kitikkadt, annyit beszéltettem. Kaphatok én is egy viszkit? Természetesen. Hogy kéri? Tisztán. Jó.
Köszönöm. Kérem. Tehát nem kedveli a férjemet? Tudja, a férjének nagyon rossz a híre. Éjjel valaki a ház körül ólálkodik. Aki minden éjjel arról álmodik, hogy megöli a férjét. Ismeri azt az embert? Talán meg kéne mondania, nehogy azt higgyem, hogy mesékkel traktál. Akkor visszaélnék valaki bizalmával. Nehezére esne? Nem feltétlenül. Oké. Okay. A férfit, aki erről álmodik, egy orvosnő kezeli, egy pszichológusnő. És maga állást keres, ahol igazi lehetőséget kaphat. Igen. És megmondom, hogy ki a férfi. Ám bár nem kedeli a férjemet. Úgy van. Jó pénzért mindent? Majdnem mindent. Úristen, át kell öltöznöm. Ezek a meghívások. Ha megvár, beviszem a városba, és megbeszéljük a továbbiakat. Természetesen megvárom. Érezze otthon magát. Olvasnivaló az asztalon. Ilyen másképp reagált volna. Szabad tudnom, hogyan? Már mást is kérdezett, és nem válaszoltam. A fejében csak házak vannak. Nem hiszem. Biztos, hogy nem csak. 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 Ne vegye szemtelenségnek, hogy emlékeztetem. Én mondtam, hogy nekem nem túl szimpatikus. És Düsseldorfban van. A konyhában találja, és hozzon fel két poharat is. Igen, de hova? Elég nagy a ház, de a hálószobát megtalálja. Itt van, itt van, gyere!
vannak a kutyák? Úgy rendelkeztem, hogy sötétedéskor engedjék ki a kutyákat. Miért nem hagyják végre az utasításaimat? Miért nincsenek kint a kutyák? A szomszédok panaszt tettek az ugatás miatt, felhívott a rendőrség. A rendőrség? Ahelyett, hogy azzal törődnének, miért ugatnak a kutyák? Az már nem érdekli a rendőrséget. Minden rendben volt Düsseldorfban? Igen, köszönöm. Nagyszerű volt. Csak itt egész hadseregnyi újságíró fogadott. Tettél valamit? Igen, persze, a repülőn. De ha valami innivalót, ha innivalót adnál, vizet, ásványvizet. Jó, mindjárt. Mi volt ez? Hívjon orvost, a rendőrséget! Lövés volt? Rálőttek a férjemre. Menj át a másik szobába. Oké. Rögzítsétek. Készen van? Nem, még átmegyek a túlsó oldalra. Oké. Sikerült neki. Most aztán sikerült. Kinek? Mi sikerült? Az embernek, aki napok óta a ház körül ólálkodik. Fenyegette a férjemet, hogy megöli. Állt a kapuban, onnan üvöltözött be nekünk. Tudja, hogy ki az az ember? Tessék, ki az? Én vagyok, Albert. Ne haragudj, hogy ének idején felvertelek, de olyasmi történt. Tosznert meggyilkolták. Az ingatlanos Tosznert meggyilkolták? Igen. Én is most tudtam meg. A rendőrségtől. Itt vannak nálam. Nem értem. Miért van nálad a rendőrség? Köszönöm. Robs doktornő, Derek vagyok a gyilkossági csoporttól. Csak hogyan felmehetünk most magához? Hát, ha muszáj. Jó, de neked mi között hozzá? Nem értem az összefüggéseket. Magyarázza meg. Anita, én... Te meséltél egy paciensedről, akinek az a rögeszméje, hogy megöli Tosznert. Bocsáss meg. Az az ötletem támadt, hogy elmegyek és megmondom Tosznernek, milyen veszély fenyegeti. Azt reméltem, az információ ér neki annyit, hogy felajánl egy állást. És megtetted? Igen, megtettem. Ez az oka annak, hogy itt vagyunk, doktornő. Ki a paciens? Csak nem gondolja komolyan, hogy megmondom a nevét. Elkövettem a hibát, hogy az öcsémmel beszéltem erről, aki visszaélt a bizalmammal. Újabb hibát nem követek el. Nem árulhatom el a nevét. Aki segítségért fordul hozzám, annak tanács, segítség kell, és engem a titoktartás kötelez. A kötelező titoktartás egy gyilkos védelmére is kiterjed? Ez a férfi nem gyilkos, inkább álmodozó. Az erőszakot álmában követte el. Jó, de az igaz, hogy éjszakánként Tosznerék háza előtt ólálkodott, hogy a kapu előtt üvöltözött többször is. Feldühítve a szomszédokat, akik a rendőrséget hívták a kutyaugatás miatt. Értem, de ezek alvási zavarok, álom és valóság keveredése, nem több annál.
Mondja, doktornő, egészen biztos abban, hogy ez az álmodozó nem akarta hirtelen valóra váltani az álmát? Igen, én biztos vagyok benne, hogy ő tette. Te jobb, ha hallgatsz. A nevét nem árulhatom el. De majd beszélek vele, és nyugodt lehet, megtudom, hogy ő volt-e. És ha ő volt, akkor... akkor megmondom, hogy ki ő, de most nem. Jó, ahogy akarja. Holnap hívjon fel. Jó éjszakát. Viszontlátásra. Találkozunk holnap. Ki az? Én vagyok. Dr. Rolfs. Doktornő, üdvözlöm. Tudom, Krausz úr, még éjszaka van, de felmehetek magához? Igen. Hát persze, jöjjön. Történt valami? Igen, történt valami. Tosznert lelőtték. Meghalt? Igen, meghalt. Valaki a kertből agyonlőtte. A nyitott fürdőszoba ablakon keresztül. Tosznert halott. Fantasztikus. Mindig erre a percre vártam. És most, hogy eljött, szinte semmit sem érzek. Maga azt mesélte nekem, hogy néha esténként ott áldogált a háza előtt. Ma éjjel is? Nem. Nem, nem. Ő a Ruhrvidékre ment. Az újságból tudom. Igen, de már... már visszajött az esti géppel. Magának nincs semmi köze a dologhoz? Nincs. Még az éjjel beszéltem vele. Nem ő volt. Rossz, doktornő, a benyomás, amit szerzett, megnyugtatja. Én megértem, de nekünk ez nem elég. Szakképzett pszichológus vagyok. Sem a szakképzettségét, sem a szaktudását nem vonom kétségbe, de gyilkosságról van szó. A paciensének nyilván a patológiás esetek közt van a helye. Így hát egyszerűen nem elég, ha azt mondja, hogy nem ő volt. Kérem, mondja meg a nevét. Azt is mondhatja neki, hogy jöjjön ide. Mert hogyha nem ő volt, nincs mitől félnie. Jó, majd beszélek vele. És döntse el ő maga. Jó. Egy vallomással tartozom magának. Valakinek elárultam, hogy felkeresett egy ismerősöm, aki arról álmodik, hogy megöli Tosznert. Nagyon sajnálom, de Tosznert megölték. És az illető személy, amit tőlem megtudott, közölte a rendőrséggel. Felkeresett a rendőrség, és a maga nevét kérte. Nem mondtam meg. De most azt kérdem, akar-e jelentkezni a rendőrségen? Nem muszáj megtennie. Nem kényszeríthetik rá. Ha nemet mondok, én elfogadom. Nem. Nincs ellenemre. Jelentkezem. Ha ez kell. Igen, tessék. Á, ennek örülök. Fáradjanak be. Köszönöm. Foglaljon helyet. Jó napot. Klein felügyelő, aki mi alatt beszélgetünk, néhány feljegyzést készít. Kérem, kint várjon. Nem lehetek jelen? Olyan témákat érinthetnek. Igen, tudom. Mondhatok magának valamit. Uh-huh.
Jöjjön csak. Maga kedveli a fiatalembert. Igen, így van. Szeretné megvédeni. Igen, mert az olyan érzéketlen és pénzéhes emberek ellen küzd, mint Tosner. Lehet, hogy furcsa, meg nevetséges, hogy éjjel a háza elé áll, randalíroz és fenyegeti, de megölni, hogy megölt valakit, azt én nem hiszem el. Hmm. Várja meg itt. Üljön le, tessék. Nézze, itt hiába titkolózik. Hol volt tegnap este 11 körül? Otthon voltam. Tudja valaki tanúsítani? Tanúsítani? Egyedül volt otthon? Igen. Egyedül. Látta valaki a kérdéses időpontban? Például egy szomszéd. Nem tudom. Nem hiszem. Tehát nincs alibije. Láthatta valaki a kérdéses időben máshol, Tosner háza előtt? Nem. Ott biztos, hogy nem. Miért nem? Ott várt, míg Tosner hazaérkezett. Aztán átugrott a kerítése. Mert a kutyák sem voltak kint. Mondtam már, én otthon voltam. Tosner meg a Rúlvidéken. Tudta, hogy Tosner hol tartózkodik. Honnan tudott róla? Tudtam. Az újságban állt. Mindent elolvasott, amit róla írtak? Igen. Mert gyűlölte. Igen. Ez így van. Annyira gyűlölte Tosnert, hogy éjjel a háza elé állt és üvöltözött. Meg tudja ismételni, miket kiabált? Felolvasom önnek, hogy miket kiabált. Nem kerülheti el a sorsát Tosner. Egyszer úgyis elnyeri méltó büntetését. Megérdemli, hogy kitekerjék a nyakát. És egy szép napon megteszi valaki. Maga volt ez? Nem. Nem én. Miért keresett fel egy pszichológust? Mert... Jó. Tudjuk, hogy miért kereste fel. Mert a gyilkosságot álmában elkövette, így van? Így. Egy-két dolog ellene szól. Talán letartóztatási parancsot nem kérek, de házkutatást mindenképpen tartunk. Mit akarnál a találni? A gyilkos fegyvert. Légy szíves egy pillanatra. A papírkosárban volt. Tosner egész házsorokat vásárol a Rúrvidéken. Az újságból vágta ki. Miért? Mit akart vele? Jöjjön. Jöjjön ide. Nézze meg ezt. Ez Hansi Kugler, 9 évesen. Amikor kilakoltatták őket a lakásukból, az otthonukból, kiugrott az ablakon, és meghalt. A maga tanítványa volt? Igen. Tosner ürítette ki a házat? Igen. Bevallom, az ügyet nem tudtam megemészteni. Képes lettem volna megölni. Igen. Nézzék el nekem, hogy nem sajnálom azt az embert. Jó, tudom, visszaéltem a bizalmattal. De legalább segíteni tudtam a rendőrségnek. Te informáltad volna őket? Magadtól? Nem. Te elzárkoztál volna. A titoktartás mögé bújva. Így megvan a gyilkos. Képzeld, hogy örülnek a nyomozók, hogy ilyen gyorsan ment. Nem ő követte el. Nem ő a gyilkos. Okosabb vagy a bűnügyi rendőrségnél, úristen. Ezek gyűjtik a tényeket, érveket, adatokat. Ez szigorú matematika. A vonal alatt az eredmény. Summa summarum, ő volt az és nem más. Itt nincs helye érzelemnek. Summa summarum. Mondd, kaptál állást Tosnertől? Hogyhogy? Kérdezem. Kaptál munkát? Igen, kaptam. Akkor megérte, hogy visszaéltél a bizalmammal. Mondd csak, nem kértél Krausznak letartóztatási parancsot? Nem. Nem értelek. Mi szól az ellen, hogy őt gyanúsítsuk? Mert olyan rokkon szembes vagy mi? Ne bosszancs. Nem, mert mindent nyíltan csinál. Gyűlöli Tosznert és be is vallja.
beszélni akar vele, és mert nem sikerül, odáll éjjel a háza elé. Üvölt, cirkusz csinál, és halálosan megfenyegeti. Jó, de végig Tosner a célpontja, nem? Az biztos. Arról álmodik, hogy megöli. Így van. És ha összekeverte az álmot a valósággal. Rolfs úr? Igen? Rolfs úr, Derek úr. Derek úr. Igen, a Tosner gyilkossági ügyben. Igen, van itt egy irodám. Egy pillanat. Pardon. Bocsássanak meg. Tessék. Köszönöm. Tessék. Köszönöm. Csinos iroda. Igazán nagyon csinos irodája van. Csak, hogy itt egészen új feladattal kell megbirkóznom. Ó, sikerülni fog. Reméljük. A Tosner gyilkosságot említette. Hát az befejezett ügy, nem? Hála az ön közreműködésének. De ha őszinte vagyok, én csak magamra gondoltam. Nem volt szép tőlem, hogy közben a nővéremet is belerántottam. De hát igazán érdemes volt. Ezt hogy értsem? Mi megkaptuk a gyilkost, maga egy jó állást, csak Tosner járt rosszul, hogy meghalt. Neki minden segítség később jött. Igen. De van valami ok annak, hogy engem meglátogat? Igen. Azt szeretném megtudni, volt-e kitűzött időpont arra, hogy bemutatkozzon Tosnernál? Igen, az tegnap lett volna 14:30-kor. A felesége ajánlott engem. Igen, így van. Tosner a tárgyalások időpontját mindig beírta a noteszába. De most már nem akarom tovább zavarni a munkájában, amelyel gyarapítja Tosner vagyonát. Amiből már neki semmi haszna. Amiből már végképp semmi, de semmi haszna. Tessék! Derek vagyok, Tosnerné? Felmehetek? Igen, tessék! Parancsoljon! Kérem, bocsásson meg, hogy nem jelentkeztem be előre. Nem tesz semmit. Foglaljon helyet. Köszönöm. Hihetetlen, hogy mennyi elintézni valóval jár a temetés. Igen. Tölthetek valamit? Nem, nem, köszönöm. Hát... gondban vagyok. Gondban vagyok, asszonyom. Mert nézze, a gyarúsított megvan, de még nem tett beismerő vallomást. És az feltétlenül kell? Beírnék azzal, ha elegendő bizonyíték volna... Én azt hiszem, azt gondolom, nem biztos, hogy ez a tanító, ez az Ulrich Krauss az, akit keresünk. Kételkedik benne? Igen. Meg lehet, hogy a férjét nem is a lakás ügyletei miatt lőtték agyon. Talán egész más okok vezettek a gyilkossághoz. Csak egyet mondok, féltékenység. Meglep, Derek úr. Milyen... kérem, bocsásson meg, hogy megkérdezem, milyen volt a házassága? Ha nem válaszolok a kérdésére, tudja, milyen volt. Nincs mit titkolnom. De bárki volt a gyilkosa, akarom, hogy elkapják. Köszönöm. Derek úr. Rolfs úr. Nem elég a munkából az irodában, elhozza a főnöknője házába is. Derek úr már az irodában is felkeresett. Szükség lesz még a kocsira? Igen, Rolfs urat még be kell vinnie az irodába. Jöjjön be. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Dickman úr, kérdeznék valamit. Maga most Rolfs urat fuvarozza?
Tosznerné így rendelkezett. Persze, fontos munkatársa. Rolf Szúr most itt lakik? Ha? Nem tetszik a kérdésem, ugye? Ez volt minden? Majdnem. Ráér holnap reggel 9-kor bejönni hozzám? Miért? Ez idézés. Tikman úr, a gyilkosság éjszakáján beszélgettünk, és mint tudjuk, ha nem is szemtanú, de mindenképp fültanú volt, azonnal a helyszínen termett. Szeretnénk jegyzőkönyvbe venni a vallomását, úgyhogy mesélj el újra. De miért? Mert két helyek merültek fel, hogy ez a kapu előtt üvöltő dervis valóban gyilkolta. Őszintén szólva, mi már nem hisszük. Nem? Nem. Tehát maga hazafuvarozta Tosner urat egy pillanat. Azon az estén, ahogy szoktam, hazavittem Tosner urat. A kutyák nem voltak kint. Ez volt az első dolog, ami Tosznernak feltűnt, és mindjárt megkérdezte, miért nincsenek kint a kutyák. A nő azt mondta... Milyen nő? Tosznerné. Azt mondta, hogy a szomszédok panaszkodtak a kutyaugatás miatt, és hogy ezért a rendőrség is felhívta. Persze, utána néztünk. A rendőrség nem hívta fel Tosznernét soha és semmikor. Nekem akkor is azt mondta. De akkor nem mondott igazat. Miért nem? Miért nem akarta, hogy a kutyák szabadon legyenek? Gyerünk tovább. Levitte az autót a garázsba, és bement a saját lakásába. Igen, bementem a lakásomba. Mm-hmm. Itt az áll, hogy egy-két perce voltam a szobámban, és lövést hallottam. Azonnal átrohantam. Az hány méter lehet? 50? Igen, körülbelül. Körülbelül. Azt honnan számolja, a maga lakásától a házajtajáig, vagy a fürdőszoba ablaktól a házajtajáig? Mit akar ezzel mondani? Nem én lőttem le Tosznert. Nem? Nem. Olvasd csak fel a jegyzőkönyvből azt a részt, ahol a fegyverről esik szó. Dickman arra a kérdésre, hogy idézem, mint egy ilyen fenyegetett személy sofőrje és egyben a testőre, nem rendelkezette fegyverrel, a választ megtagadta. Akkor hadd kérdezzem meg újra. Tartott-e pisztolyt a kesztyű tartójában? Dickman úr, megkérdeztük Tosznert titkárnőjét. Azt mondta, persze, természetes, hogy mindig ott volt egy pisztoly a kocsiban. Tosner fizette ki a lőoktatását is. Dickman úr, nagyon sajnálom, de emberölés alapos gyanújával le kell tartóztatnom. Higgy el! Nem én öltem meg Tosznert. Jó, a pisztoly a kesztyűtartóban volt. De nincs már ott. Ez csak erősíti a maga elleni gyanút. Nekem semmi közöm hozzá. Mondok valamit. Tosznerné gyűlölte a férjét. Viszonyom volt vele. Egyik alkalommal, szeretkedés után azt mondta. Neked van pisztolyod. Őt meg sokan gyűlölik. Így sose fog kiderülni. Pár nappal ezelőtt, amikor a főnök még nem jött meg Düsseldorfból, Rolf a házban volt. Egész éjjel. Másnap nem találtam a pisztolyomat. Megmondtam Tosternénak, eltűnt a pisztoly. Erre azt mondta. Ugyan, Dickman, nem is volt fegyvered. Hol akarod keresni? A tett helye nyoma sem volt fegyvernek, és a tettes bárki is volt, biztosan nem rejtette a párnája alá. Úgy van, az izármedrébe lehet, vagy elásadták az erdőben. De lehet, hogy nem is lesz olyan nehéz megtalálni. Nem tudod véletlenül hol? Gondolkozz! Derek úr. Krausz úr, ezt a pisztolyt találtuk egy kukában az udvaron. Nyilván a gyilkos fegyver. És most őrizetbe vesz. Miért? Talán maga tette a kukába? Nem. Soha életemben nem láttam. De ezt valószínűleg nem hiszi el. Dehogy nem. Meggyőződésem. Na jó, most már ne aggódjon. Minden jót. Minden jót.
Itt a letartóztatási parancs. Mit mond? Jól értette. Az az alapos gyanunk, hogy maga ölte meg Tosznert. De hát én figyelmeztettem, hogy meg fogják ölni. Igen. Hogy állást kapjon tőle. Letartóztatom. Agyonlőtte Tosznert, hogy elfoglalja a helyét. Kivette a kocsiból Dickmann pisztolyát. Aha. Ez a tartalékkulcs, ugye? Ez jogosan van nálam. Nem kétlem, de magán nem segít. És hogy a pisztolyt Ulrich Krauss kukájába rejtette, az nem volt jó ötlet. Jól lehet valóban az a gyilkos fegyver, de Krauss hogy jutott volna hozzá? Én csak állást akartam. Maga kereskedőnek jelentkezett és gyilkosnak szerződtették. Most szemrehányást teszek magamnak, hogy alkalmaztam. De az ajánló levelei annyira elfogadhatóak voltak, és az első benyomásom, azt maguk én nálam jobban tudják, a gyilkost akkor ismerjük fel, ha már megfogtuk. Azzal vádolja, hogy magának tudomása volt róla, és ami ennél súlyosabb, hogy a maga biztatására ölt. Egy férfit, aki vezető állásra pályázik, én emberölésre tudok biztatni, alig néhány munkában eltöltött nap után. Ő ezt állítja. Sokkal inkább bóknak tekintem ezt, mint vádnak. De azért jó, hogy elcsípték. Az ilyen jellemtelenséget a mi köreinkben nem tűrik meg. Mondja meg őszintén, hisz neki? A végére kell járnom. Be akar vinni engem? Igen. Az ügyvédem azonnal tiltakozást fog benyújtani. Jogában áll. Biztos vagyok benne, hogy eredményes lesz. Bemutattuk a Derrick bűnügyi sorozat Tosner vége című epizódját. Írta Herbert Reineker, Derrick főfelügyelő Horst Appert, Szabó Otto. További magyar hangok: Gávölgyi János, Szersény Gyula, Vas Gábor, Kovács Zsuzsa, Elekes Pál, Földesi Margit, Kovács István, Bognár Zsolt. Magyar szöveg Bánki Stella, hangmérnök Polica Imre, rendezőasszisztens Nándori István, vágó Kovács Jutka, gyártásvezető Kun Márta, szinkronrendező Mohácsi Emil. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Videovox stúdióban készült. Zene Helmut Trunc. Fényképezte Michael Georg és Hannes Fürbringer. Günther Grebel.